A Pálinka világa című kötet hármas egységre tagolódik, a múltra, a jelenre és a jövőre. Elsőként a középkor időszakából egészen az 1980-as évekig mutatja be a pálinka kultúrtörténetének fontosabb fejezeteit. Annak érdekében, hogy mindenki megismerje, hogy indult ez a Hungarikum hódító útjára, közölte Takács László, a könyv egyik szerkesztője. A jelen fejezetben az aranyérmes pálinkákat ismerhetik meg az olvasók, ezt kiegészítették Szik Mátyás örökös szomélier bajnok tanácsaival, így mindegyik italhoz egy ételt is társítottak a szerzők. A harmadik rész olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek az alma, a som és a fahordós érlelés kapcsán nyújtanak szakmai ismereteket, hangzott el a bemutatón. Korábban ilyen formában még nem foglalkoztak ezzel a Hungarikummal. Én azt gondolom, hogy tényleg hiánypótló. Tehát ebben a hármas egységben eddig még egyetlen egy könyv se közelítette meg. Ezben hiszünk azért, hogy mindenki megtalálja magának tetsző és magának megfelelő fejezetet vagy részt, ami izgalmas az ő számára. Másrészt viszont megpróbáljuk azt a nagyon szűk mezgyét megtalálni, ami azt elősegíti, hogy ezek a könyvek egyszerre szóljanak tényleg a szélesebb szakmának, de még szélesebb közönségnek is, hogy még úgy maradjon tudományos, hogy azt azok is megértsék, akik adott esetben mondjuk olyan konkrét szakmai ismeretekkel nem rendelkeznek. A kiadvány célja az értékeket felmutató aranyérmes pálinkák bemutatása, a pálinkához kapcsolódó ismeretek és tanácsok továbbadása. Ezt 256 oldalon, 130 színes fotóval és 38 grafikonnal illusztrálják, közölte Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója és a Szatmárveregi Lovagrend ceremónia mestere. A könyv segítségével összesen 36 aranyérmes pálinkával ismerkedhetnek meg az olvasók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pálinka nagyhatalomnak számít, hiszen a Magyarországon lévő 8 földrajzi oltalom vagy eredetvédett pálinkából 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van: a szatmári szilva, a szabolcsi alma és az újfértői fürtös megy. Hát ezekből a pálinkákból is megmutatkozik, egy cég mutatkozik be a kötetben, a Tuzséri pálinka manufaktúra, akik kiváló termékeikkel mintegy 4 pálinkájukkal vesznek részt ebben a kötetben. A Quintessence pálinka versenyre szép számmal érkeznek határon túlról is nevezők, számuk évről évre nő. Tavaly összesen 1131 mintával jelentkeztek a megmérettetésre, így már évek óta ez a legnagyobb pálinka verseny hazánkban. A könyv kiadással a szerkesztők célja az, hogy támogassák a Hungarikum minél szélesebb körű megismerését. Ennek érdekében a tervek szerint minden évben elkészül egy hasonló kiadvány.